Hello mindenkinek! Hát igen, ennyire fontos nekem, hogy veletek is megosszam az örömemet. Nem nyitottam még ki ezt a dobozt. Ugye nyilván felnyitottam, hogy megnézzem, mi van benne, mert rá van írva, hogy Franciaországból jött. És nem tudtam, hogy most az egyenruhám, vagy ugye mi lehet benne a Diortól. És annyira nyitottam ki, hogy ugye kivettem belőle a felsőt, de mindjárt megmutatom nektek. Viszont magát a belsejét csak megkukkantottam, tehát nincs még kinyitva, úgymond. Úgyhogy aki szeretné velem együtt kinyitni ezt a dobozt és felkutatni a benne rejlő csodát, azt tartson velem. Ugye nyilván jött egy nagyobb dobozban. Három felső volt különben benne. Az egyik ugye már rajtam van. És most csak egyet raktam ide-vissza nektek, mert együtt nyitjuk ki. A felső, ami benne van, most akkor azt is veletek együtt bontom ki. Mert amikor megjelenik a parfüm, akkor ebben kell dolgoznunk. Hozzáteszem, mire én kirakom ezt a videót nektek, már megjelenik a parfüm. Egyébként nem oszthatnám ugye meg veletek, és nem bonthatnám ki együtt ezt a csomagot, vagy dobozt. Tehát a hátoldalán ugye rajta van a Joy Dior, hogy is hívják magyarul, tudjátok ezzel a... Na már mondjátok is biztos a szót, hogy hogy hívják. Tehát azzal van kiírva, hogy Dior Joy, ugye ugyanúgy néz ki, mint a parfümön. És akkor az elején pedig rá van írva, mutatom akkor így, hogy Joy to the World, mert ugye ugyanez van rajtam. SS méret, de egyébként tökéletes az én MS pocakomra. Ez külön volt ugye a dobozon kívül. És itt a doboz, amiben a mi Joy Momentünk található. Rá is van írva, hogy ugye az új parfüm. És, ó, wow, ez innen kiesett. De akkor mindjárt megmutatom azt is. Tehát így néz ki a doboz. Benne található a legnagyobb kiszerelésű parfüm. Ezen mondjuk csodálkozom, azt hittem csak a kis 30 milliset kapjuk. A kitűző, amit a felirat felé kell tennünk, hogy használjuk ugye dolgozni. Kaptunk egy karkötőt, ami most akkor kibontom veletek, amit egyrészt hordhatunk, másrészt csak ugye megtarthatjuk emlékbe, hogy együtt éltük át ezt a joyful momentet. Ezt úgy készítették, ahogy például a legújabb táskánk most megjelent, a legújabb Dior táskánk. Tehát ez anyagból kézzel lett készítve, és akkor rá van ugye nyilván írva, hogy Dior. Valamint nagyon édes, hogy még ez is le van védve nylonnal, de megkaptuk ugyanazt a csillagot, amit mindjárt megmondok, hova van elrejtve. Ezt egyébként sokszor látjátok ruhán elrejtve, ezt a csillagot, vagy nyakláncokon szokott még lenni különben. Megpróbálom magamnak feltenni, ami egy picit ugye nyilván nehezebb. Jó hosszú a vége, tehát én ezt amúgy elvágnám őszintén szólva, mert ez elég hosszú, de nem is fogom felvenni, mert anyagból van, tehát nem lehet vele fürdeni, de megtartom. Jó, tehát van benne egy ajándék Dior karkötő. Ugye a kitűzőt azt mondtam nektek, úgyhogy ezt fel is fogom venni. És mielőtt rátérnénk a lényegre, vessünk egy pillantást itt a tetejére, ugye ugyanaz a felirat, Joy to the World, mint a felsőn. Kaptam hozzá, nem tudom, említettem-e, hogy az új arcas Jennifer Lawrence, vele jelentettük meg a parfümöt, és egyébként a parfüm maga is úgymond az ő személyiségére lett alakítva, szabva, és maga az illat is. Tehát ő egy olyan személy, aki boldog, ragyog, játékos, mosolygós, és gyönyörű, ugye, nyilván.
Tehát a parfümöt is így kell egyébként elképzelni, nem csak az üveg kiszerelését, amit mindjárt meglátunk, hanem magát, ugye a parfüm illatát is, amit majd mindjárt el fogok mondani, hogy milyen összetevőkből áll, valamint milyen egyébként maga az illat. Ez parfüm, nem toalett, biztos fogunk megjeleníteni egyébként toalettet jövőre, vagy még az éve, de ami most megjelent, az parfüm lesz. És akkor kaptam hozzá egy ilyet, amit egyébként összefoglalja, amit a tréningen elmondtak, hogy hogyan kell eladnunk majd a parfümöt, miket mondjunk róla, olyan ez a parfüm, mint Jen, ugye, milyen, ilyesmi. Ugye magáról az üvegről tudunk beszélni, miért ilyen, milyen. Hozzáteszem, most nem hoztam be a párom szavas parfümjét, majdnem ugyanolyan, csak keskenyebb, nőiesebb az üveg. És akkor nyissuk ki ugye az üveget, hát erre vártunk. Húzd már az időt, igaz? Jó, jó, nyissuk ki. Ez egyébként a legnagyobb méret 90 milli, nem 100, mint a többi ebből a kiszerelésből. Csak belevágok egy kicsit, hogy kibontsuk. És nem tudom, hogy a kamera visszaadja-e, de ilyen holografikus a Joy felirat. Tehát, ahogy mozgatod, ilyen ciklámenes, rózsaszínes, ugye itt is a csillag, mi ugyanúgy, mint a karkötőn, és a parfüm. Tegyük ugye most már félre a doboz, tehát a parfüm. Ugye, mint a képen, rózsaszín folyadék, tehát a parfüm színe rózsaszín, ugyanúgy ezüsten rá van írva, ugyan, hogy Joy, és középen ugye a Dior. Nagyon-nagyon hasonlít, ahogy felismeritek, a Sauvage-ra. A Sauvage egy picit szélesebb üveg, ez egy picit keskenyebb, nőiesebb nyilván. Valamint, ha megnézitek a videót majd, a reklámvideót, amit biztos sokat fogtok látni, Jen nyakán gyémánt nyaklánc van, és ezt próbálták úgymond tükrözni a fedelén. És ugye, mint mondtam, megint fogunk találkozni a csillaggal, ugyanis láthatjátok is ugye a csillagot a kupaknak a az alján, vagy tetején, innen nézve tetején, és teljesen úgy néz ki, mintha jégszerrel lenne körbe tekerve ez a kupak, ugye a Dior logó, és akkor most cakoljuk meg. Először nekem egy picit tömény, pedig ez abszolút nem tömény parfüm, ez egy nagyon könnyed, olyan, mint a toalettek, nagyon frissítő, könnyed illat. Van benne ugyanaz a rózsa kivonat, ami a Miss Dior parfümjeinkben van, valamint van benne White Musk, ami a Dior Addict parfümjeinkben található, és van benne Sandalwood, ami a Sauvage-ban található, és citrus gyümölcsök is. Ezért nem csak virág, inkább gyümölcsös, frissítő gyümölcsillat. Valamint tényleg érzed benne a Joy-t. Nagyon-nagyon frissítő és kellemes a viselete. Nem komoly parfüm, abszolút frissítő, joyful scent, ezzel tudnám leírni ezt az illatot, tényleg. És ha megnézitek a videót, akkor nagyon-nagyon tetszik, hogy nem vágták ki azt a részt, amikor úgymond egy picit kiköpi a vizet a videóban. Az is egy nagyon jó játékos, nem érdekel semmi, csak élvezem az életet, és ugye az a parfüm is, meg maga az illat, amit szeretne sugározni, vagy ahogy érzed magad, amikor befújod magad ezzel a parfümmel. Remélem, hogy akkor tetszett nektek a mai izgalmas dobozkinyitós videóm is. Tudjátok, hogy
nagyon-nagyon szeretem veletek megosztani az izgalmamat és az örömömet, és akkor meg is ragadnám ma az alkalmat, hogy elmondjam nektek, hogy nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ennyire jó feliratkozóim vagytok, és követőim vagytok, mert sokszor mondjátok, hogy annyira jók a videóid, szerintem te vagy a legjobb youtuber, nem káromkodsz, nem hülyéskedsz, nem használhatatlan bullshit videókat készítesz, hanem tényleg mindegyik hasznos, mindegyik nem úgy komoly, mert nem vagyok azért egy komoly személy, tehát nyilván szórakoztatóak is a videóim, de mindig van benne egy hasznos vagy érdekes tartalom. És ezért ugye nem annyi a feliratkozom, nyilván rám nem iratkoznak fel olyanok, akik szeretnének drámát látni, vagy hülyeséget, vagy káromkodást, vagy bármi ilyen szenny videót, most mondom így, mert ugye tudjuk, hogy sok van a világhálón. És őszinte leszek, engem nem érdekel, hogy kevesebb feliratkozóm van. Én ugye tudjátok, ezt nem pénzszerzés miatt csinálom, nem rakom tele nektek reklámmal a videót, vagy ilyesmi. Csak az egy kötelező, ami az elején bejön a videóban. Tehát engem nem zavar, mert nem pénzkeresés szempontjából csinálom, valamint inkább úgy vagyok vele, hogy kevesebb a feliratkozom, de igényes követőim vagytok. És igényes emberek követnek. Mindegyik őtök jó indulatú, egy troll sincs köztünk. És mondhatom, hogy most már csapat vagyunk, úgymond, mert nagyon jó, hogy megosztjuk egymás között a véleményt, mert ti is megosztjátok velem, ó, én ezt szeretem, vagy nálam ez vált be, segítünk egymásnak, hol találod, hol tudod megvenni, mennyibe kerül. Tehát örülök neki, hogy ilyen úgymond összetartó jó emberekből áll a csatornám feliratkozói listája. És szeretnék nagyon nagy köszönetet mondani ezért, hogy amikor megosztom, hogy a Diornál dolgozom, és milyen termékek, és tudjuk, hogy ez egy luxus cég, tehát örülök, hogy nem úgy reagáltatok, hogy jaj, hülye picsa, pénzes, ráadásul azt sem mondhatját rám, mert ugye én dolgozom a cégnek, nem vásárolok náluk. Nagyon örülök neki, hogy egyáltalán nincs köztünk olyan, aki más szemmel nézni a videóimat, és nagyon jól esik, amikor mindig mondjátok, hogy annyira örülök, jó látni, hogy ennyire szeretsz ott dolgozni, jó látni a sikereidet. Nagyon kevés az az ember, Magyarországon főleg, aki teljes szívből örül a másik örömének, és osztozik benne. Nagyon kevés. És nagyon-nagyon-nagyon örülök, hogy az én csatornámon ilyen személyek vannak, akik tiszta szívűek. Úgyhogy köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Iratkozzatok fel egyébként minél többen a csatornámra, mert nyilván akarom, hogy minél több követőm legyen, minél több emberhez eljusson a videóm, mert azért készítettem el az összes videómat 3 évvel ezelőtt, meg azért készítem mai napig, hogy hasznos legyen. Csak hasznos videókat, csak segítség szempontjából kezdtem el ezt a csatornát nektek. Lájkoljátok a videóimat. Mondjuk azt most egyre többen elkezdtétek, úgyhogy ennek is nagyon örülök, mert ez mind sokat számít az én csatornám haladásában. Valamint, mint akartam még, kövessetek Facebookon is, és Instagramon. Instagramon ugyanis hamarabb kiraktam, hogy na, kinyissuk a dobozt. Néha spoiler alert található. Valamint ugye ott mindig megosztom hamarabb a képeket, hogy milyen smink videókat fogok mondjuk készíteni. Instagramra mindig hamarabb kikerülnek dolgok, amik történnek az életemben. Például, ha nyaralni megyek, azt is ott mindig meglátjátok egyből. Hozzáteszem, majd most megyek szülinapom után. Már mondtam, hogy köszönöm, tartsatok velem legközelebb is, úgyhogy most már csak elköszönök. Sziasztok!